Egy kicsi mozgás mindenkinek kell, a karosszékből álljanak most fel. Ez a kis torna néhány percet áll, ne tessék félni, senkinek sem áll. Nagyon örülök, hogy végre egy gyönyörű természeti környezetben készülhet egy videó, nem pedig otthon a szobámban. A gyadai tanösvényen vagyunk egy gyönyörű reggelen, kirándulás közben a réten. Ezúttal a guggolásról lesz szó, amely egy csodálatos és egyszerű gyakorlat, bárhol végezhető, a hatásai pedig rendkívül szerteágazók. Mi mindenen segít? Segít a szívnek, a keringésnek, elsősorban a lábakban, tehát a visszeres problémákon. Jót tesz a vérnyomásnak, jót tesz az állóképességnek, úgyhogy ennél jobb gyakorlat nincs. Természetesen nagyon kell vigyelni arra, hogy az ember ne kezdje hatalmas adaggal. Az én koromban így 70 évesen eljutottam a napi 15-20 guggolásig, de aki csak most fogja kezdeni, az kezdje nyugodtan 4-5 guggolással. Aztán napról napra, vagy 2-3 naponként lehet az adagot növelni, ameddig jól esik. Ami még nagyon fontos, hogy ne vegyük igénybe, ne terheljük meg a térdeket. Ehhez pedig az kell, hogy amikor guggolunk, akkor semmiképp sem menjünk, vigyük a fenekünket lejjebb, pontosabban a combjainkat ne vigyük lejjebb a téd vonalánál, a téd magasságánál. Akkor mutatok egy néhányat. Amint látják, nem megyek mélyebbre, tehát guggolásig nem megyek le, hanem csak úgy, hogy körülbelül derékszöget alkosson a comb és a lábszár. Én most nem számoltam, hogy mennyi volt, de aki akarja, az számolja, vagy utána csinálja. Úgyhogy ennyi a gyakorlat, váljék egészségükre, és ha tetszett ez a kis videó, akkor iratkozzanak fel a YouTube csatornámra, és akkor legközelebb elsőnek értesülnek egy-egy új videóról. Köszönöm, és jó egészséget kívánok! Ez a kis torna ugye jó lesett, mindenki frissebb, fiatalabb lett. Hozásra 5 perc, nem is nagy idő, és reggel este ismételhető.